fiúk, hello lányok! A szeretett kezdők összerakták a csodacsapatot. A rapper, a DJ és a pedagógus pedig összepróbálják az anyagot. Megint itt vagyok a kihát, akit hátra hagytatok. Oda jövök, ahol a rap újra születik. Ilyen vadszöveget biztos nem vállalok. Itt van egy csomó gyerekvers. A generációs szakadék hátráltatja egy kicsit a csapatmunkát. Ha nem, akkor mondjál egy szép József Attilát, vagy akármit, és azt elreppeljük erre a zenére, kész. Igen, igen, hogyha ti is rendes kultúremberek lennétek, József Attilát reppelnétek, és nem ilyen durva szövegeket. Mondjál egy szép József Attilát, vagy akármit, és azt elreppeljük erre a zenére, kész. Ez a lány se akart József Attilát reppelni, most ennek a lánynak a sorsára akartok jutni? Ez nem diszkós lány, hanem diszkosz lány. Ez ide kevés. Ezek a tirpák mai fiatalok már nem is udvarolnak a lányoknak, hanem csak nemi szervre hasonlító zöldségeket küldenek nekik. A korkülönbség ugyan adott, de mivel én pedagógus vagyok, próbáltam korrigálni, és aránylag sikerült. Ez a korszerű pedagógus néni a magyar oktatási rendszer remény sugara. Egy jó verset találjunk ki. Ja. Mi ketten megbeszéljük, hogy mi a nálunk, és akkor maga meg beírja a saját. De a színfalak mögötti drámai ellentétek ellenére egy csodálatos produkciót raktak össze. Itt a stílustól vagy, aki téged helyre rak, miután leíted magad a bárányok közszamarak. Giuseppének legalább van önkritikája, hogy elismeri a saját stílustolvajságát. A reményt hátra hagyom előre, a célokért lépek nagyot. Egy lehetőségem van, nem tagadom, hogy az X-et ma tuti beadom. Nagyon jó a flow. Elkapott a flow élmény. Van nékem egy barátom, úgy hívják, hogy Emmi. Ki e verset meghallgatta, nincs jutalma, semmi. Hú, ide néz, tiszta libabőrös lettem. És a csapatom, maradok, aki vagyok. Na hát ő nem spilázta túl a szöveget. Szerintem neki nem is 24 órája volt erre a feladatra, hanem 24 másodperce. Én azért nem érzem, hogy kevés, hogy visszaszóljak, mert a reppes mesém az pont a Csipke Rózsika átírva Csipke Józsikának, mindenkinek nagyon tetszik. Évek óta várunk egy ekkora tehetséget, aki a Csipke Rózsikát át tudja írni Csipke Józsikára. Csipke Rózsika átírva Csipke Józsikának. Bemegyek Józsikaként, azt majd kijövök Rózsikaként. Hát nem, nem, a fiúkhoz egy... tudtam csak alkalmazkodni. Akkor én mit tudok csinálni, azt mondd meg, mint óvónéni. Szegény óvodások, hát mit kell átélniük nap, mint nap? Már megtörtént hasonló sztori. A Miriammal most ne jártunk el, szóval zárjuk le a témát. Híró geci laza? Hát Giuseppe már menne haza hírót hallgatni. Imádom, amikor valaki ennyire leszar mindent, hogy se nyerni, se veszíteni nem akar. Ő a legszimpatikusabb az egész garnitúrából. Zárjuk le a témát. Mi van, hogyha tényleg ő híró? És csak eljátsza, hogy ő egy hasonmás. Sőt, még le is fogyott a szerep kedvéért. Hát a világ legnagyobb trollja lenne. Te Mária, mit szólsz ehhez? Én nem örültem neki, nem gondoltam, hogy egy éjszakás kalandom lesz. Legalább szerettem volna két éjszakásat. Hát nézd már, egyből több éjszakás kalandot akar. Itt akar aludni másnap is. Hát nagyon csábító ez az ajánlat, de egy éjszaka is sok lenne. Janika már a selejtezőben is vagány volt. Így kell csajozni. Janika bátorságáról és határozottságáról sokan példát vehetnének. Te szárító! Kevi! Janika nyomja a legjobb koreót, a lányokkal játszhatott volna Inverse Oreót. Én az, hogy ideig eljutottam, már nyertem, én azt gondolom. A számodra az X-faktor véget ért. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, sziasztok. A lányoknak is két kiesés jár, mert kirekesztették a csoportos foglalkozásból az alapvetően jó indulatú Janikát. Oda megyek, azt rendet rakok a lányok között, hogyha nem játszanak a Janikával. Janikát beraktam volna Giuseppével meg DJ Papuccsal egy hármasba, és egy együttest alakítok belőlük. DJ Papuccs csinálja a zenét, Giuseppe rappel, Janika meg dansz. Szétrobbantanám velük a netet, olyan klippeket csinálnánk. Az X-akták mai adásában a zsűri szétolt mindenkit, és utána tovább engedi őket. Tehát szégyen teljesen rosszak voltatok.
ez a semmi, annak is a kellős közepe. Többiek úgy döntöttek, hogy jár nektek még egy esély, úgyhogy tovább jutottatok, és szedjétek össze magatokat a következő körre. Nem tudtad megtanulni az angol szöveget, próbáltak neked segíteni a többiek, a magyar szöveg sem ment, még rosszul is énekeltél benne, úgyhogy tovább jutottál. A nap legrosszabb teljesítménye és produkciója volt. Úgyhogy kapsz egy széket, Aletta, ülj le, kérlek. Köszönöm. A szöveget nem tanultad meg, nem tudsz angolul se. Végig meg se szólaltál, viszont amikor megszólaltál, akkor is hamis volt. Még sima beszéd közben is hamis vagy, a hangoddal pedig összetörtél minden ablakot a környéken. Te voltál a legnagyobb csalódás az életemben. Szóval kapsz még egy lehetőséget, gratulálok, tovább jutottál. Nekem nem kell szék, én hoztam magamnak, ideülök hetediknek, tovább juttattam magamat, jó? Nem teljesítettél jól. Gyakorlatilag ezt bebuktad, szívesen megtanítana téged arra, hogy hogy kell kukázni. Egyes versenyzőknek nyelvi problémái is adódtak. A gyakorlás nem ment zökkenőmentesen, mivel az egyik csapattársunk nem tud angolul, és egy angoldalt kaptunk. Nem is értem, hogy akarhat valaki úgy előadó lenni, hogy nem tud angolul. Hát, hogy fognak így teltházat csinálni a Madison Square Gardenben? Hogy van a szenvedélyszó? Passion. Without passion. My friend. Okay, my friend. Száguldás, Porsche, szerelem. Száguldás, Porsche, szerelem. With, no? With passion. With passion. Don't really wanna make a ton. I just wanna tell you how to never know. It's crazy, but I'm in my ton. Bye, bye, bye. Jó napot kívánok! A második fordulóra a saját dallal készültem. Don't want to be a fool for you. Just another player in your game for two. You may hate me, but it ain't no lie, baby. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Az a baj, hogy nagyon beszkereltem. Félek a színpadtól. I'm scared of the color bench. Hello, Mr. Nem vagyok csapva. Mind a férfi a testen akarja. Ez a zene szomorító, de jó zene. Ez a zene szomorító. Nagyon nehéz a döntés. Most rám bíztátok itt a nehéz döntéseket, hogy két jutassak tovább a mentorházba. This is my hardness. I'm very hard. Vajon a mesemondó Máriát vigyem? A Csipke Józsika megalkotóját, akit mindenki megdicsért már az operencián túl? Szívesen írnék neki egy számot József Attilára. Az biztos, hogy DJ papucsot nem viszem magammal, mert a második fordulóra még egy papucsot is képtelen volt felvenni. Egyszerűen nem érzi át ennek a műsornak a súlyát, hogy ismét ezen a color benchen állhatna papucsban. Vagy itt volt még Janika, aki mindenkivel felmosta a színpadot. Janika stabilan tudja szállítani a világ színvonalat. Én hosszú távon gondolkozom a jelöltekkel kapcsolatban, és Janikának szerintem olyan koreókat tudnék tanítani, hogy szem nem maradna szárazon a sírástól. Mindközül Giuseppének volt a legerősebb a színpadi jelenléte. Ő nagyon ott volt a színpadon. Ez egy átütő produkció volt. Szerintem sokat ki tudnék hozni Giuseppéből. Én hiszek benne. Dilemmában vagyok, mert mindegyiket nagyon szeretem, és csak egy embert vihetek magammal az élősóba. A választásom pedig nem más, mint... Kakaós tejtábla, darablag 149 forint. Kakaós tejtábla, darablag
lábam nem fila, hanem Louboutin. Itt mindig fontos a komfort. Jöhet pár bolondos Tom Ford. Az többet mond minden szónál, hogy bármit felveszek, jól áll. Ismerek mindenkit és mindenki ismer. Ne égesd magadat, nem vagy te sinter. Mondjál egy szép József Attilát.